szülőtartás több évtizede létezik, azonban a jelentőségét az alaptörvény nyomatékosította. Az alaptörvény tartalmazza, hogy a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szülőjéről gondoskodni. A bírói gyakorlat azonban az, hogy ezt nem kell alanyi jogként értelmezni, ugyanis az alaptörvényt a polgári törvénykönyv rendelkezéseivel együttesen kell értelmezni. Ahhoz, hogy egy szülő a gyermekét eredménnyel perelhesse, az kell, hogy ő önhibáján kívül legyen rászorult, és a korábbi években nem tanúsított olyan kirívóan, súlyosan kifogásolható magatartást a gyermekével szemben, a nagykorú gyermekével szemben, ami őt érdemtelenné tenni erre a tartásra. Ezekben a perekben vizsgálják, hogy a szülő milyen magatartást tanúsított a gyermekével szemben, illetve hogy érdemes-e a tartást díjra. A törvény lehetővé teszi, hogy a szülőtartás iránti pert nem csak egy szülő indíthatja el a gyermekével szemben, hanem egy intézmény is. 2016 nyár óta van arra lehetőség, hogy ha egy idős szülő valamilyen szociális intézménybe kerül, akár önszántából, akár egészségügyi állapotánál fogva, és a jövedelme nyugdíja nem fedezi azt a térítési díjat, ugye, amit az adott intézmény meghatároz, akkor amennyiben az intézmény nem tud megállapodni a gyermekekkel, hogy pótolják ki a hiányzó összeget, akkor bizony ez az intézmény beperelheti azokat a gyermekeket, akik egyébként tartásra lennének kötelesek a jogszabály alapján. A szülőtartás mértéke nincs fix összegben meghatározva. A PER során vizsgálják, hogy a tartásra kötelezett gyermek milyen körülmények között él, illetve hogy van-e saját kiskorú gyermeke, hiszen a kiskorú gyermek tartása mindig első helyen áll.